Minden atléta álma, hogy akkor fussa meg élete legjobbját, amikor az év számára a legjelentősebb versenye zajlik éppen. Ez olykor még a legnagyobbaknak sem adatik meg, nyernek vagy éppen jó szerepelnek ugyan, de nem az egyéni legjobbukkal. Tolna megye új süttető, még ifi, illetve juniorkorú sprinter tehetsége, a dombovári Farkas Bence éppen az őszi Argentínában zajló ifjúsági olimpián futotta élete legjobbját 200 méteren. 21-22-nél állt meg a stopper a Buenos Aires-i versenyen, ami új ifjúság, illetve junior csúcs is volt egyben, amivel már több évtizede fennálló magyar ifjúsági rekordot döntött meg. Cseppet sem mellesleg ezzel az eredménnyel a sportág, a szakág idei legnagyobb világversenyén, az ifjúsági olimpián két futam eredményeinek összesítésével be tudott kerülni 9.-ként az első 10-be a dombovári atléta. Tekintettel arra, hogy 100-on, 200-on ritkán ér el figyelemre méltó eredményt egy magyar atléta nemzetközi szinten, Farkas Bence a győri EB-n, majd az ifi olimpián mutatott teljesítményével felhívta magára a figyelmet az országos atlétikában is. Nem tudom fölfogni igazából, hogy mit futottam, de legalább egy egyéni csúcsot sikerült, meg egy 36 éves úgymond a rekordot meg is tudtam dönteni mondom, az ifi korosztályba. 13 századdal javította meg Heves Endre évtizedeken át élő magyar ifjúsági csúcsát. Csak az első futáson úgymond egy kicsit hát elszúrtam a rajtot, de hogyha az nincs ott, akkor simán így a max. 6.-5. helyen becsúsztam volna. A dombovári szakmunkás képző tanulója Farkas Bence, aki nagy tapasztalatú dombovári nevelőedző Tar Imre tanítványa, egyelőre még nem kapott csábító ajánlatot a fővárosból. De annyira nem is vágyódik oda. Kötődik Dombovárhoz, innét szeretne újabb támadásokat indítani a 100 másodpercek további lefaragására a 200 méterre termett sprinter. Szerintem ilyen 21 alá megpróbáljuk majd lefutni. Azt szeretnénk, de hát megpróbáljuk majd. Minden rendbe körülötted? Igen, igen, minden, hál' Isten, minden rendben van. A 2018-as diák olimpiákon 1-3 helyezéseket szerzett 260 egyéni sportoló és csapat képviselői között talán a legsokoldalúbb kis sporthős Csonka Tibor volt. Ő a tanulásban akadályozottak kategóriájában szerepelt a paksi Gazdagersi általános iskola képviseletében. És az atlétika, ezen belül a rövid távfutás mindhárom számában, no meg a távolugrásban versenyezve ért el győzelmeket, dobogós helyezéseket és további remek eredményeket. Melyik verseny az, ami ott van, ott él még mindig a szíved, de amire szívesen emlékezel vissza, amikor most a díjátadásnál is eszedbe fog jutni az idejéről? Nekem a Győr. Igen? Na, én ottan futott, ott bejutottam mind a háromba, és ottan kettőt nyertem meg, 400 métert ott első lettem, távolugrásba első lettem, azért hatodik lettem azért dobásba ott. Csonka Tibor pályáját egyengető, neki mindenben segítő szakember úgy látja, a 400 méteren fejlődött a legtöbbet, sőt, a 800 méter is már jövőre képbe jött. Tanulságos volt a megyei diákolimpia döntője, ahol nem fogyatékkal élők mezőnyében versenyzett. Elindítottuk 400 méteren, és ott is bronzérmet tudott szerezni. Én atléta edzőként azt mondom, hogy egy 800 méter lehetne neki az igazi versenyszáma. Tehát nem 100-200, nem a rövid, nem is a hosszú futószámok, tehát mint az Orsos Zolinál, ugye, aki futja az 5000-eket, 10000-eket, félmaratonokat, hanem őnek inkább a középtáv, tehát szerintem egy 800 méter síkfutás lehet a jó versenyszám. Távlati cél lehet Csonka Tibor számára, hogy szeretett sportágában még annyit fejlődjön, hogy eljusson a későbbiek során a különböző nemzetközi versenyekre is, például annak csúcsát jelentő speciális olimpiára.